Milyen videót csináljak? Szerintem tátogok valami szarra, miközben szöveg jelenik meg, hogy nincsen csajom. Ó, basszus, az már volt. Jó, akkor a mai videóban megmutatom a pén... Nem tudom, miért mondja mindenki, hogy arc nélkül kritizálok, amikor itt az arcom. Van arcom, és azt mondják, hogy arc nélkül kritizálok. Én ezt nem akarom elhinni. Ezt mondjátok, hogy ez valami vicc, légy szíves. Oda kell figyelni, hogy mit csinálsz, hogy mit teszel ki saját magadról is, mert nagyon vissza tud ütni. Előbb ugranék ki a tizedikről, mint hogy erre b***tam el az időmet. Egyszerűen nem értem az emberektől ezt a fajta mentalitást, főleg ezektől a régebbi ranterektől, hogy ezzel mi a probléma. Édesanyám meghozta a 3 kiló előre csomagolt szekunder szégyenérzetet a boltból, mert nem tudom, miért jó az, hogyha valakinek elküldöd a fa? Mondjuk hiába teszel szarra tejszínhabot, nem lesz belőle torta, és akkor azt mémelni, hogy én mondjuk mennyi donétet kaptam az előző streamembe. Hát, bazd meg, hát most mi irigy vagy rá? Ne haragudj, nem akartalak megzavarni a kis farkammal. Szia. Nem zavartál meg, szinte észre sem vettem. Nehogy azt hitt, hogy itt vége van a dolognak. Hát mi a faszom volt ez? Random pofázások, 3 másodperces vágásokban... Ezután elküldte a péniszét, wow. Azt már inkább nem fogom megmutatni. Hát tényleg kaparom az arcom a helyéről. Mi a volt ez? Ez mi volt? Mit láttam az előbb? Mi történt? Mi volt ez? Nincsen kedvem most már így élni.